Üdvözlöm nézőinket! Friss híreket hoztunk, mutatjuk is, melyek a fontosabbak. Mindössze néhány kíváncsiskodó jelent meg a névtelenül szervezett tiltakozáson délelőtt. Gazdag programkínálattal várták a helyieket és más településről érkezőket a Gyergyószentmiklósi Örmény Művészeti Fesztiválra. Ezúttal a nők üzennek a közösségnek a Gyergyószentmiklósi Sikátor falára festett alkotással. Érdektelenségbe fulladt a ma délelőtre a főtérre összehívott tiltakozás. A névtelenül szervezett megmozduláson mindössze néhány kíváncsiskodó jelent meg. Tisztes távolságból figyelték, történik-e valami. Délelőtt 10 órára volt meghirdetve az a tiltakozás, amelyet Csergő Tibor András polgármester lemondásáért szervezett ismeretlen személy. A Facebookon meghirdetett eseménynél 490-en jelezték, hogy érdekli őket, s 136-an jelezték, hogy ott is lesznek. Ehhez képest a sajtón és a hatóságokon kívül senki nem jelent meg az eseményen, demonstrációnak, flashmobnak nyoma sem volt. Kíváncsiskodókból azért nem volt hiány. A főtéren, az üzletek előtti járdákon kisebb csoportosulások voltak láthatók, illetve néhányan autókkal kerülték meg többször is a parkot. A szervezők kiléte sem derült ki, a magát egyszerű városlakóként meghatározó egyén profiljának már több mint egy hete kérdéseket is tettünk fel, bár látta ezeket, választ nem írt. Legutóbb tavaly június végén került sor tüntetésre Gyergyószentmiklóson, akkor a medvekérdésben sürgettek megoldást a gazdák. Azelőtt 2017-ben a közbiztonság megerősítése érdekében emeltek szót nyilvánosan, akkor több száz személy volt a tüntetés résztvevője. További 91 ezeren kapják meg ebben a hónapban a támogatás Romániának kormányzati programon keresztül felajánlott szociális utalványkártyákat, amelyekkel élelmiszereket vásárolhatnak. Az illetékes hatóságok szerint azokról van szó, akik az első 250 lejes részlet odaítélése után váltak jogosultá, vagy akiket kihagytak ebből a szakaszból. Eddig 2,4 millió személy kapta meg a segély második részletét is. A támogatást év végéig két havonta egyszer utalják kisnyugdíjasok, fogyatékkal élőknek, hajléktalanoknak és hátrányos helyzetű családoknak. A program keretösszege valamivel több mint 3 milliárd lej. Titkosított dokumentum szivárgott ki a sajtóba, amelyben az energetikai válság helyzetre való tekintettel egy energiaszállító vállalat arra kéri a hatóságokat, hogy készítsék fel lehetséges racionalizálási intézkedésekre a fogyasztókat, ezzel párhuzamosan a kormány az úgynevezett téli parancsnoksággal elemzi a különböző forgatókönyveket. A miniszterelnök szerint nem áll fenn annak a veszélye, hogy az ország energia nélkül marad, de felelőtlenség lenne nem számolni minden forgatókönyvvel. Románia energiahiánnyal szembesülhet a téli hónapokban, és emiatt takarékossági intézkedéseket lesznek kénytelenek foganatosítani a hatóságok, írta a Profit.ro gazdasági portál egy titkosított dokumentumra hivatkozva. A Transelektrika jelentése értelmében az ország belső termelésű villamosenergia deficitje az esti csúcsidőszakban az előrejelzés szerint 180 megawattóráról 1260 megawattórára növekedhet, de szélsőséges esetben a deficit akár a 3490 megawattórát is elérheti. Emiatt jelentősen nő annak a veszélye, hogy a romániai energetikai rendszer riadókészültségbe lép a télen. A dokumentumban ezért a Transelektrika arra kéri a hatóságokat, hogy egy esetleges válsághelyzetre való tekintettel készítsék fel lehetséges racionalizálási intézkedésekre a fogyasztókat. Javasolják a tűzifával való fűtés korlátozásának ideiglenes feloldását a villamos áram és földgázkereslet csökkentése érdekében. Nem kizárt, véli, hogy korlátozni kell bizonyos nem stratégiai fontosságú ipari vállalatok energiaellátását. A miniszterelnök megpróbált megnyugtató választ adni a sajtó felvetésére. Az eddigi elemzések alapján nem áll fenn annak a kockázata, hogy az ország energia nélkül maradjon. Persze fel kell készülnünk minden esetőségre, hiszen előreláthatatlan dolgok bekövetkezhetnek. Felkészülünk még egy úgynevezett sötét forgatókönyvre is. Az erre adandó válaszlépéseket a téli parancsnokság jövő heti ülésén dolgozzuk ki. Emlékeztetett, hogy a kormány a szerdai ülésén elfogadta a téli időszakra vonatkozó
cselekvési tervet, amelyet a romániai energiaszektor illetékeseivel közösen dolgoztak ki. Arról is megállapodtak, hogy jövő héten megbeszélést tartanak az úgynevezett téli parancsnoksággal a témában. Úgy vélte, mivel az előző évekhez képest idén már szeptemberben kidolgozták a cselekvési tervet, elegendő idő lesz kielemezni és kiküszöbölni valamennyi lehetséges tényezőt, amelyek negatívan befolyásolhatják az ország energiaellátását. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség elkezdte a második negyedévi gázolaj támogatás kifizetését. Az APIA 186,5 millió lej állami támogatást fizet ki a mezőgazdaságban használt gázolajra 2022 második negyedévére. Az összeg az április 1-e és június 30-a közötti időszakban elhasznált üzemanyag után járó támogatást jelenti. Összesen 17.363 jogosult részesül a támogatásban. Turisztikai konferenciával, kerek évfordulós megemlékezéssel, kulináris programokkal, kézműves vásárral, búcsús ünneppel tartották a Gyergyószentmiklósi 12. Örmény Művészeti Fesztivált. Látogatók nem csak a városból voltak, hanem a hegyen túli településekről is voltak érdeklődők. A turizmusra is kiterjedő együttműködésről szóló konferenciával startolt szeptember 9-én a 12. Gyergyószentmiklósi Örmény Művészeti Fesztivál. A szervezők a rendezvénnyel kapcsolatosan elmondták, hogy a gyergyói örmények mindig valamilyen formában kovászai voltak ennek a közösségnek, és ezt manapság a kapcsolatok kiterjesztésével szeretnék kamatoztatni. Az intézmények közötti együttműködés mellett ezúttal a vállalkozók, különösen a turizmusban tevékenykedők mutatkoztak be a konferencián, ahol lehetőségük adódott az európai piacon túl Örményország felé is nyitni. Konkrétan a turizmusban néhány kiemeltebb céget, akik hajlandók is voltak új piacokra lépni és új piacokat bevonzani, ezeket ismertettük meg egymással. Hát ugye a tegnap történt ez a konkrét ismerkedés, hát most azért kell egy kisebb idő, ameddig ez konkrétan szerződés és konkrétan üzleti alakul. De én úgy érzem, hogy ez egy jó út, és úgy érzem mind a két oldalról, a bemutatót és a bemutatkozók részéről is, hogy eredményes volt. Tehát nagyon-nagyon dicsérem a Hargita megyei cégeket, akik bemutatkoztak. Hát hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen értékes vállalkozóink vannak, és ilyen értékes programokat mutattak be. Én azt csak ajánlani tudom még a sajátjainknak is, nem csak a külföldieknek. A péntek délutáni program nyitányaként orgona hangversenyt tartottak az Örmény Katolikus templomban. A több mint 120 éves orgonát a szamosújvári Molnár Árpád szólaltatta meg. A fesztivál ünnepi megnyitóján a meghívottak listáján szerepelt Örményország bukaresti nagykövete Szergej Minasian, dr. Lőrinc Aranka Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának konzulja, Bende Sándor parlamenti képviselő, Csergő Tibor András polgármester, valamint Barti Tihamér Hargita megye tanácsának alelnöke. Az előjárók egybehangzóan méltatták a helyi multikulturalitást, amely mélyen egybefonódik a vallásossággal. Az ünnepség részeként megemlékeztek a 200 éve született Cecz János honvéd tábornokról. A tiszteletére állított mellszobornál koszorút helyeztek el a jelenlévők. A fesztivál első napja a Monday Jazz együttes jó hangulatú koncertjével zárult. Szombaton a kulináris programoké és a kézműves vásáré volt a főszerep az Örmény Közösségi Ház udvarán, illetve az Örmény Templom utcában. Ez nem egy édes tészta, tehát nem édesek a harmadik lapjai, tehát egyetlen csomag vaníliás cukor kell az egy adaghoz, éppen csak, hogy legyen egy kis édes íze. Az udvaron örmény süteményeket, Anga Jabourt és hurutot készítettek. A bemutató keretében az érdeklődők minden apró részletet megtudhattak ezekről a különlegességekről, majd meg is kóstolhatták azokat. Időközben a gyergyói vernisszázs, a kézműves vásár is nyitva állt a hegyen túlról és más megyékből is érkezett érdeklődők előtt. A süteményeket készítő asszonycsoporttal érkeztem.
Később érkezik a 100 néptáncokat előadó csoportunk is. Jól érzem itt magam, minden nagyon szép. A templomot is meglátogattam, és a múzeumkertet is végigjártam. Nagyon tetszett. Kulináris élvezeteknek hódolunk, recepteket tanulunk, úgyhogy ezt vásározunk. Más programon sikerült részt venni már? Kicsi vonatot várunk a gyerekekkel, aztán lássuk. Itt volt, most nincs, meglátjuk. Hogy érzik magukat? Köszönjük szépen, nagyon jó, megérte átjönni. Vasárnap Kisboldogasszony ünnepén búcsús szentmisét, egyben jubileumi évfordulót tartottak az Örmény Művészeti Fesztivál részeként. A Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Templom felszentelésének 250. évfordulóján főtisztelendő Tamás József nyugalmazott segédpüspökt celebrálta és áldotta meg a kívül megújult templomot. Magyarország kormánya, továbbá Hargita megye tanácsa és a román állam támogatásával megújult templom ünnepén dr. Sáska Zoltán Attila, Magyarország bukaresti nagykövetségének első titkára arról beszélt, hogy házat építeni, felújítani az az ember szokott, aki letelepedni, közösséget formálni szándékszik. Kiemelte, hogy az erdélyi örmények meghatározó központja Gyergyószentmiklóson van, melyre méltán lehet büszke a helyi közösség, és ennek visszaigazolása az, hogy megtörténhetett a felújítás, mely átörökítheti a templomot a következő évtizedekre, évszázadokra. És most, amikor ezt a szent helyet Isten megújult templomán nemesíti, egy újabb évezredre kovácsolja össze az oly nagyon megfogyatkozott székely, örményeket, magyarokat, örmény katolikusokat az Anyaszentegyházzal. Amikor ez a templom Isten akaratának megfelelően anyaországi támogatással külsejében is megújult, mint őseinktől ránk hagyományozott keresztény szentély, a megmaradt helyi és a világban szétszórt örményeknek és székelyeknek egyaránt teremt lehetőséget arra, hogy bármikor együtt lehessenek. Szeretem önmagam üzenettel központi motívumként pedig egy díszes tükörrel készült a 7. falfestmény a Szent Miklós Római Katolikus Templom szomszédságában lévő sikátorban. Az alkotás ezúttal több korosztályú nők kezemunkája. A Fogarasi Mihály Általános Iskolától indulva immár a 7. falfestés számolható meg a Szent Miklós templom felé vezető sikátor falán. A gyerekek és a fiatalok után a családok, az idősek, majd pedig a mozgássérültek alkotásait követően a nők fejezhették ki érzéseiket, gondolataikat a világról, életútjukról egy falfestményen. A szombati festést egy 6 héten át tartó önismereti foglalkozás előzte meg. Ez idő alatt körvonalazódott a tevékenységek végeredménye, egy erős üzenet, amelyet nőies színekbe foglalva festettek fel a falra. A falnak a központi eleme egy tükörben néző nő, és ebben a tükörben nem fog visszaköszönni az arcképe, hanem egy annyi fog visszaköszönni szövegként, hogy szeretem önmagam. És ez az üzenet, hogy nőként, egy erős nő, tükörben nézünk, és azt mondjuk, hogy szeretjük önmagunkat is, mert ez fontos. A falnak a bal oldalán fodrozódik a nőnek a ruhája, jobb oldalán pedig a hajkorona, és ezekben az elemekben, ezekben a részekben olyan elemek vannak, ami a nőiesség nagyon fontosak, a nő mint kislány, a nő mint anya, aki továbbadja az életet, a nő mint nagymama, aki majd gondozza az utógenerációt, úgyhogy erről szól. A nő mint nő minden élethelyzetben, ez fog a haján és a ruháján a hölgynek megjelenni. Mindeddig a gyerekek, a fiatalok, az idősek, a családok és a mozgássérültek esetében a csoportfoglalkozások lényege a pozitív jövőkép alkotása volt. Ezúttal a nőkkel egy fontos üzenet megfogalmazása volt a cél.
Azért lett a szeretem önmagam a központi üzenet, mert amikor az értékrendszerrel dolgoztunk, amikor az életúttal dolgoztunk, akkor mindig azzal szembesültünk, hogy akkor vagyunk nőként a helyünkön, akkor tudjuk megállni a hétköznapokban a helyünköt, minden problémával szembe, hogyha úgy tudunk tükörben nézni, szeretjük magunkat. És hogyha a nő jól van, akkor család jól van, párkapcsolat jól van, a környezet jól van, és ez a motivum, hogy legyünk jól ebben a helyzetben, minden helyzetben. A program zárásaként a szombati falfestést követően vasárnap mini kiállításra került sor a csoportos foglalkozásokon készült alkotásokból. A szervezők elmondták, hogy bár még nem gondolkoztak azon, hogy jövőre mivel készülnek, de látva, hogy még van hely legalább két alkotásra a Sikátor falán, biztosan lesz folytatása a programnak. Nem spóroltak a találatokkal a labdarúgó 4. Liga Hargita megyei szakaszának második fordulójában. Az elmúlt hétvégén lebonyolított körben csupán az udvarhelyiek rangadóján született két gólos eredmény, a többik találkozón jobban ment a gólgyártás. A megyei bajnokság második fordulójának nyitó meccsén a két székelyudvarhelyi gárda, vagyis a Roseál és a Olimpiákhoz csapott össze, s a szombatdéli találkozó végén osztoztak a ponton a csapatok. 1-1 lett a végeredmény. A másik szombati összecsapáson a csicsói ezüstfenyő nem tudta otthon tartani a pontokat. 4-2-es eredménnyel maradtak alul a zetelaki fenyő elleni harcban. A szárhegyi bástya hazai mérkőzése nyitotta a vasárnapi menetrendet. A homorodalmási alakulat nem kegyelmezett vendéglátójának, 4-0-ra győzték le a bástyát. Szintén 4-szer talált be a balánbányai bányász is, ellenfelük a Székely-Keresztúri Egyesülés erejéből pedig csak becsületgólra futotta, 4-1 lett a vége. A forduló záró meccsén sziporkázott a VSK Gyergyó, összesen 11-szer voltak eredményesek, a vendég csíkszentsimoniak pedig rúgott gól nélkül távoztak. Ebben a fordulóban az agyakfalvi lendület szabadnapos volt. A tabellán továbbra is első helyen van a VSK Gyergyó, a balánbányaiak és a zetelakiak pedig azonos pontszámmal állnak a második, illetve harmadik helyen. Átvehette az erdélyi Godakó Ökölvívó Sportklub azokat a boxfelszereléseket, amiket Hargita megye tanácsa pályázati kiírása során szereztek be. Bejelentették, hamarosan új ökölvívókat mutatnak be. Folyamatosan zajlanak a felkészülési edzések az erdélyi Godakó Ökölvívó Sportklubnál a közelgő őszi versenyekre. Most újabb boxfelszereléseket vásároltak Hargita megye tanácsa jóvoltából, amiket edzőtábor keretén belül vehettek át a gyerekek a múlt hétvégén. A szombati napon jelen voltak azok a sportolók is, akik a fiók egyesületeknél edzenek, és hamarosan bemutatkoznak a nagy közönség előtt. Ez az edzőtábor arról szól, hogy itt vannak a fiók egyesületekből is a sportolók, akiket úgy látunk, hogy a jövőre nézve, még ebben az évben a versenyeken be fogjuk őket mutatni. Itt vannak a sepsiszentgyörgyiek, itt vannak a nagyszalontaiak, és várjuk a székelyudvarhelyiek is, hogy kellene ők is érkezzenek. És ez a felkészülés ez arról szól, hogy lesz most a következő időben a Magyar Ifjúsági Bajnokság, ahol két versenyző fog indulni, utána indulunk a Magyar Utánpótlás Bajnokság, ami azt jelenti, hogy utánpótlás 11, 12, 13, 14, 15, 16 évesek, itt 16 versenyzővel fogunk részt venni. Itt már bemutassuk a fiók egyesületeinknek is a versenyzőit, úgy egy pár fiút, meg egy pár lányt, és egyértelműleg ugye a hazai versenyzőink pedig a Gyergyószent Miklósiak, úgyhogy így lesz együtt a csapat. És ez az edzőtábor, hát ez nagyon jó, és úgy gondolom, hogy mindenki jól érzi magát, jól dolgozik, becsületesen, és vannak felszerelések, amiket pályáztunk a megyei tanástól, a megyei tanás támogatott bennünket, úgyhogy erre az edzőtábor, a felkészülésre és a versenyekre is vásároltunk fejvédőket, kesztyüket, és köszönjük szépen a megyei tanásnak a támogatást. Az edzőtábor ideje alatt délelőtt és délután is gyakorlás zajlik, ezek az edzéstervek a gyerekekhez mérten vannak összeállítva. Ezen a héten már Debrecenbe utaznak a boxolók, részt vesznek az utánpótlás ifjúsági magyar bajnokságon. Ezzel párhuzamosan Benedek Péter bevonul az edzőtáborba Huszár Dávid kíséretével. Dávid fogja kísérni, Dáviddal készülnek. Egyelőre úgy néz ki, hogy csak Benedek Péter fog részt venni. Andrásnak sajnos ez a betegség, ami már ugye
a múltkor is nem úgy lássuk, hogy az ő állapota igenis per pillanat megfelel arra, hogy a kimondott élmezőnyben lévő versenyzőkkel, akik már egy évvel nagyobbak is, mert a mi két sportolónk ugye utánpótlás 15-16 éves korosztályban legfiatalabbak, úgy gondoljuk, hogy még Andrásnak most ugye betegsége után nem jött annyira a helyre, hogy igenis itt most mérettessük őt meg. Ő majd csak a jövőre, Péter fog ezen a versenyen részt venni. Eredményeikről a későbbiekben majd beszámolunk. Pedig nézzük még egyszer röviden, miről volt szó a mai napszemlében. Mindössze néhány kíváncsiskodó jelent meg a névtelenül szervezett tiltakozáson délelőtt. Gazdag programkínálattal várták a helyieket és más településről érkezőket a Gyergyószentmiklósi Örmény Művészeti Fesztiválra. Ezúttal a nők üzennek a közösségnek a Gyergyószentmiklósi Sikátor falára festett alkotással. Ez volt a napszemle ma. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A holnapi viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.